Már bekentem az arcomat ezért. Elnézést kérek, de így egy kicsi nehéz lesz interjút készítenem önnel. Felőlem bármilyen színű lehet, és a feleségemet sem érdekli. Magának jó hallása? Semmi baj a hallásommal. Nézze, engem nem érdekelnek a villamosok. Nekem az a bajom, hogy nem tudok önnel interjút készíteni. Sajnos nem érek rá vasárnap. Esetleg, ha leírná a kérdéseket, én pedig odaírnám a válaszokat. Sírkövet lopni? Maga nem normális. És mikor volt ez? Hogyan már kihallott már világító almáról? Azt hiszem, hogy be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, mert kezd értelmetlen lenni. Szerintem most kezd érdekes lenni. Vitorlából? Ez baromság. Ráadásul napsütésben? Hát ez nevetséges. Maradjunk annyiban, hogy felesleges kalapálni a szódát, hiszen a villanypózna a periódikusan. Anya! Anya! Igen, kicsim? Anya, én félek. Szörnyeket láttam álmomban. De a valóságban nincsenek szörnyek. De én láttam őket. Nem, kicsim. Csak álmodtad. De én láttam őket. Szörnyek nem léteznek. Lehet, hogy a hentest láttad. Vagy a nagypapát. De a nagypapának nincsenek szarvai. Akkor lehet, hogy a miniszterelnök urat láttad. Nem, nem ő volt. Megette a vödröket a küszöbön. Akkor mégiscsak a nagypapa volt. Anya, te átváltozol. Úgy nézel ki, mint egy szörny. Igen, kisfiam. Félek. Én vagyok a szörny. Az előző borzalmas horrorisztikus jelenet annyira jól sikerült, hogy kedves hallgatóink most a rövidebb, angol nyelvű változatot is meghallgathatják. Mom, mom. Yes, my dear. Mom, I'm afraid I saw monsters in my dream. But there aren't monsters in reality, my dear. But I saw them. No, dear. You must have dreamed. But I saw them. You are transforming. You look like as a monster. Yes, my dear. I'm a monster. Ha 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 ha. Kiváló minőségű hústermékek, Aldők Hús Kft-nél rendeljen tőlünk mindig étket. Kolbász, hurka és szalámi, nálunk jobbat nem találni. Egyenesre megformázva, hosszú mócsing a kolbászba. Alacsony színvonal és a higiéniai feltételeket meg úgyse tartjuk, mibe hát disznók vagyunk lehet. Nem találhat nálunk jobbat, immáron már senki se. Hogyha hús kell, jöjjön el hozzánk ide. Hogyha hús kell, nagyobb tétel, vegyen a Dög Hús Kft-től. Legyen Dög Hús, hétvégére vegyen, holtan vagy még élve. Hogyha hús kell, nagyobb tétel, vegyen a Dög Hús Kft-től. Legyen Dög Hús, hétvégére vegyen, holtan vagy még élve. Kíván!
kiváló minőségű magyar és külföldi kaják, kiváló minőségű díjnyertes magyar borok, olimpiai bajnok, szakácsok főznek, elsőrangú kiszolgálás. Menjen ön is a Tarkafazba! Menjen ön is a Tarkafazba! Ne várjon a télre, ne várjon a nyárra, a tavaszra, hogyha éhes az étkezés, véletlenül elhalassza. Ne várjon a télre, ne várjon a nyárra, a tavaszra, családjával hétvégéken menjen ő is a Tarkafazba. Ne várjon a télre, ne várjon a nyárra, a tavaszra, hogyha éhes az étkezés, véletlenül elhalassza. Ne várjon a télre, ne várjon a nyárra, a tavaszra, családjával hétvégéken menjen ő is a Tarkafazba. Ha hús kell, nagyobb tétel, legyen a Dök Hús KFT-től. Legyen Dök Hús hétvégére, legyen holdan vagy még élve. Kolbász, hurka és szalámi, nálunk jobbat nem találni. Kolbász, hurka és szalámi, nálunk jobbat nem találni. Hogyha hús kell, nagyobb tétel, legyen a Dök Hús KFT-től. Legyen Dök Hús hétvégére, legyen holdan vagy még élve. Kolbász, hurka és szalámi, nálunk jobbat nem találni. Kolbász, hurka és szalámi, nálunk jobbat nem találni. Ne várjon a tére, ne várjon a nyára, a tavaszra, hogyha éhes az étkezést, véletlenül lenne halassza. Ne várjon a tére, ne várjon a nyára, a tavaszra, családjával hétvégéket menjen ő is a Tarkafazba. Tarkafazba. Menjen ön is a Tarkafazba! Üdvözlöm a kedves vizsgázókat itt a Joseph Scarlatt Álmokfutóképző Iskola 8-as számú termében. Két hosszú tanév után végre a mai napon szakmai vizsgát tehetnek álmokfutásból. A vizsga alól tegnap mentesült Bak Teréz, mert sikeres öntudatlan álmokfutást mutatott be. Így bizonyára látták reggel a nyomait, amikor bejött. Na, akkor kezdjük a névsor elején. Zolnai Árpád. Foglaljon helyet és húzzon egy tételt. Hányas húzta? A 9-est. Mondja az elméleti rész A pontját. A fosztogatás. Tessék. A fosztogatás egy vagy több értéktárgy vagy kereskedelmi forgalomban lévő iparcikk gyors és erőszakos eltulajdonítására irányuló cselekmény, amelyet egy álmokfutás során legalább egyszer véghez kell vinni. Nagyon jó. Mondjon egy példát. Megyek az úton. Álljunk meg. Jó, hogy nem fekszik. Most álmokfutunk, nem? Akkor meg rendesen. Illetve rohanok az úton, és az első utamba kerülő üzletbe benyitok. Állj! Jó, hogy nem kopogtat! Na ne vicceljen már! Berúgom az ajtót, és berontok az üzletbe. Milyen üzlettípusra gondol? Műszaki bolt. Jó legyen. Leveszem a polcról a videót. Hát ez nem igaz. Látszik, hogy csak bemagolta a definíciót. Jó, hogy nem megkérdez az eladót, hogy lehet-e részletre fizetni. Gondoljon a definícióra. Gyors és erőszakos eltulajdonítás. Lerántom a polcról a videót. Mit csinál, ha az eladó megpróbálja visszatartani? Ráüvöltök. Hát, nem az igazi. Felrúgom. Na, az jó lesz. Utána kimegyek, illetve kirontok az üzletből. Nagy nehezen összehoztuk. Nézzük az elméleti B pontot. Néhány kötelező feladat álmokfutás közben. Soroljon fel néhányat. Harci gáz szétpermetezése a légtérben, üvöltés, emberek lelögdösése a hídról. Nem lesz jó, az utóbbi nem kötelező, mert mi van akkor, ha nincsen híd? Akkor helyette az emberek fellökése az utcán. Ez már jó? Mondjon még rá.
folytassa az előző szituációt, amikor a videóval a kezeiben kiront az üzletből az utcára. Futok az utcán. Hova? Haza? Vagy mi? Hát... Hazamegy, aztán videózik. Most épp álmok futunk, úgyhogy ne szórakozzon. Bedobom az egyik kirakatot a videóval. Nagyon jó. Tehát mi kötelező még? Rongálás. Na végre. Nézzük a célrészt. Az álmokfutás definíciója. Tessék. Az álmokfutás olyan önkívületben végrehajtott civilizált társadalomra veszélyes tevékenység, amely a végrehajtó környezetében tartózkodó állampolgárok lelki és testi épségének veszélyeztetésére irányul, és olyan eszközöket vonultat fel, mint a fosztogatás, a köz- és magánépületek megrongálása, valamint nagy erejű artikulálatlan hangú kiadása a minél nagyobb sok hatás okozása a céljából. Milyen típusai léteznek? Az egyéni és a csoportos. Nem erre gondoltam konkrétan, hanem a helyhez kötött típusokra. Létezik kis és nagyvárosi álmokfutás. Jó, mi a különbség köztük? A helyhez kötött típusok a városok által adott lehetőségekre építik fel az álmokfutás szisztémáját. Nem. Az álmokfutásnak az a lényege, hogy önkívületi állapotban zajlik, ezért nem tudatos. Pusztán az ösztöneinek van kiszolgáltatva az ember. A kisvárosban nincs akkora hatása az álmokfutásnak. Na ne vicceljen! És mi van Rakla Ferencer a Jákosdánybenéti álmokfutóval? Az pedig csak községi álmokfutó volt, mégis a szakma legjobbjai között tartják számon. Na tudja mit? Mondjon nekem két híres álmokfutót. Georgatos Giannakopoulos a görög. Az álmokfutás éve? 1983. Aztán Kádár János 1956-tól 1989-ig. Na jó, egyezünk meg egy hármasban. Köszönöm. Találkozunk a gyakorlati vizsgán, de ott ne legyen ilyen bizonytalan. Igyekezni fogok. Nem igyekezni kell, vadállatmódon kell őrjöngeni. Jó. Miből bukott az első év végén? Üvöltésből. És azóta tud már üvölteni? Igen, átengedtek a pótvizsgán. Üvölcsön egyet. Na, gyerünk. Ez nagyon gyenge. Van egy ötletem. Kezdjen el törni, zúzni. Ha lehetne, akkor inkább nem. Na, rajta. Jobb eséllyel indul a gyakorlati vizsgán. Jó, de legyen szíves, idegesítsen fel. Te piszok. Nagyon jó, nagyon jó. Na, ez az, ez az. Na, játsz, doktor, jöjjön most egy altatódal.
Hibát írtak programomba, holnap felrobban a bomba. Elfogytak rég az esélyek, eltűnik a szerves élet. Csak dugó van a fejembe, azt se tudom mi van benne. Édesanyám pixeles lett, azt se tudom kit szeressek. Biztonsági mentés gyorsan, míg a bomba fel nem robban. Éget CD-re van írva, amit elviszek a sírba. Akkor nem robban fel a veteményes, csak a bomba tudja, hogy amikor kell, akkor ne legyen hiba, és nevetve, ha-ha, várjuk, hogy jöjjön a robbanás, atombombánkból a villanás előjön, előjön. Biztonsági mentés gyorsan, míg a bomba fel nem robban. Állok Jákosdánybenét szélső határán, mellettem Józsi bácsi, akit 1945-től hivatásos démonvadásznak tartanak, és egy kicsit nagyot hall. Józsi bácsi, ön hogyan lett démonvadász? Még fiatal koromban fúrtam, faragtam a pincébe, amikor bekiabált idősanyám, hogy Józsi, hát gyere le gyorsan, ott áll a ördög az istállóba. Én kimentem, aztán láttam, hogy ott villog valami az ajtó mellett. Megijedt? Á, dehogy is. És mit csinált? Fogtam a vasvillát, azt ledöftem. De hát egy démon nem lehet vasvillával megölni. Persze, csak hát ezt akkor én még nem tudtam. És elpusztult? Elhalt. Még lapáttal is rávágtam, mikor... És ezután érezte, hogy önnek ez a hivatása? Ja, éreztem. Néhány évre rá a falu túlsó végén kigyitt az erdőből egy olyan werewolf, farkas ember. Hogy meg akarja enni a gyerekeket, meg kitépni a szívüket, meg ellopni az utánuk járó családi pótlékot. Mit tudom én? És egyből önt hívták? Hát persze. És maga mit tett? Ha láttam, hogy ott van itt a közepén a bestia, akkor jutott eszembe, hogy olvastam, hogy a farkas emberek megdöglenek az ezüstű. Én gyanútlanul hozzávágtam az ezüst karórámat, ez a rohadék meg lenyelte. Ön félt? Dehogy féltem. És hogyan pusztította el? Neki mentem a kombájnak. Először őt arattam le, aztán a babérokat. Egész héten engem ünnepelt a falu. Ekkor ön már elismert démonvadász volt? Igen, 1965-ben kiváló démonvadász kitüntetést kaptam, de azért megmondták, hogy legyek körültekintő, nehogy valaki olyanra vadásak, aki még kellhet a Magyar Népköztársaságnak. Tehát korlátozták a tevékenységét. Hát, azt sem mondanám. Ez egy komoly felelősséget igénylő munka, nem lehet mindenkire azt mondani, hogy démon. Ön tévedett már? Hajaj, nem is egyszer. Először a feleségemet illetően. A démonvadászat terén tévedett már? Ja. Mondták nekem, hogy valami gyanús démont látok itt környéken, azt azonnal lőjem le. Kaptam is egy puskát erre a célra. Egyszer mentem haza, és a kapuban vicsorgott valami dög. Démon volt? Nem, de lelőttem. Józsi bácsi később fejlődött ebben a szakmában? Ja, mondhatjuk. Látta a Szellemírtók, azaz a Ghostbusters című filmet? Hát azt nem, de a Dolly Busters, azt igen, akkor a csöcsökkel megtudnám a k***vanyját. Józsi bácsinak állítólag volt már dolga a Succubusszal. Hogyne, az éjszaka rám mászott az asszony. Hagyjuk Józsi bácsi, vámpírral találkozott már? Nem, de az asszony állítólag már megtámadt egy vámpír. Hogy történt? Nem tudom, mert az asszony kicsi bódultan gyűjt haza, a nyaka pedig ki volt sívva neki. Azt mondta, hogy megtámadta egy vámpír. Józsi bácsi, ön okkultista? Dehogyis, már két hónapja kortyot se ittam. Utálom, ha elsőkültől előttem a világ. Józsi bácsi állítólag látott már lidércet. Ja, nem is egyet. A vas és lidércbánya dolgozója voltam. Az 50-es években. Józsi bácsinak szoktak rémálmai lenni? Hát persze, ez a munka ezzel jár. Melyik volt a legrémesebb? Amikor felébredtem, és megláttam az asszonyt.
a boros pince falban. Józsi bácsi jöjj ide, jaj, nagyon nagy baj van. Ez történik minden este, üldöznek a szörnyek. Kezükben egy színlapáttal életemre törnek. Jaj, úristen, Józsi bácsi, segítsen már nékem. Lője meg a démonokat, mert különben vége. Figyelj már, Józsi bácsi, ott van egy szörny. Hol, 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 ott, figyelj, mindjárt elkapik, tegyen már egy halókészüléket a fülére. Józsi bácsi, figyeljen már. Ha majdnem elkapott Józsi bácsi, hát figyeljen már oda, ölje már meg azt a démon. Ha maga a démon vadász, Józsi bácsi. Jó, megmentem én magát. Józsi bácsi, tegyen a halókészüléket ültesz. Józsi bácsi, figyeljen már engem a szörnyűtesz. Ő az a szörny, és a közben az kiállt a kamp. Elkaplak te, Gani! Jaj, hagyjatok már, Kuskát, ha széttöröm a fejét! Nézzek a szülő szörnynek, szétverem a fejét! Jaj, hát mindjárt kinyílak! Szétkaplak a szülős moszkos pofára, te disznó! Jaj, csak gyere ide, úgy megvizsgálat, hogy többet nem állsz bőn van! Fogja már meg Józsi bácsi azt a kuka Kuskát! Ez a szörny volt, aki tegnap megette Juliskát! Ez a szörny volt, aki tegnap megette a Jancsi! Most itt viheg a nyakamba és a pofámba bandi. Ez történik minden este, üldöznek a szörnyek. Kezükben egy sziklapáttal életemre törnek. Jaj, úristen, Józsi bácsi, segítsen már nékem. Lője meg a démonokat, mert különben végem. Józsi bácsi, tegye halló készüléket üldöz. Józsi bácsi, figyelje már engem a szörnyet. Üldöz a szörny, és a közben az kiállja kampi. Józsi bácsi, jaj, úristen, megharap a lámpi. Józsi bácsi, démonokban nem kellene tízni. Rajzolok egy donátkacsát, mondta a Valdízni. Donátkacsa kivadával írtotta a démon. Kitüntette a már titkát, de ez nagyon rég volt. Azóta a démonok már egy világban járnak. Donátkacsát, mint kiengereket vacsoráznak. Reggelire megeszik a mesefigurákat. Józsi bácsi, figyeljen már, jöjjön, mint az állam. Józsi bácsi, fülhallgatót tegyen a füléhez. Nézze már meg videó, hogy velem a szegége. Nőzze a szörny, és a közben az kiáltja bakker. Józsi bácsi, jaj, Isten, erre szaladja fel. Józsi bácsi, tegye halló készüléket fülhez. Józsi bácsi, figyeljen már engem a szörnyűhöz. Nőzze a szörny, és a közben az kiáltja bakker. Józsi bácsi, jaj, Isten, megharap a lábér. Józsi bácsi, tegye halló készüléket fülhez. Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! Mai vendégem Brad Pityu, aki egy vámpír. Elsőre talán kissé ijesztően hangzik, de az ember nem is sejtené, hogy egy hullafehér arcú és zöldszemű vámpír mellkasában érző szívdobog. Jó napot, Pityu! Jó napot! Mikor született? Nagyon régen, 1750-ben Magyarországon. Akkor most körülbelül 250 éves. Igen. Jól tartja magát. Kösz. Mikor lett vámpír? Még 1780-ban, 30 éves koromban. A családomat elvitte valami furcsa... Betegség? Nem, egy autó, én meg egyedül maradtam a nagy földbirtokomon. Jártam a kocsmákat, eléggé züllött életet éltem. Egy éjszaka mentem haza részegen, mikor elugrott a sötétből valaki, és nyakon harapott. Elgyengültem, elájultam, másnap meg az ágyamon ébredtem kurvára másnaposan. Kiderült, hogy Tom Cruise Zoltán volt az, aki megharapott, és egy választási lehetőséget adott, vagy a halál, vagy a vámpír élet. Én a vámpír életet választottam. Jól döntött? Ahhoz képest, hogy így életben maradtam, nem volt rossz döntés. Viszont ha inkább meghalok, akkor nem láttam volna ennyi csodás dolgot. Spriccelő vér, végtagok mindenfelé. Miről kellett lemondani a vámpír életért? Először is a nappali mókákról, meg aztán a finom kajákról is, mert véren kívül más nem vesz be a gyomrom. Azon kívül? Meg a színekről. Fekete-fehérben látok mindent 1780 óta, meg kicsit már unom. Van tévéje? Igen, fekete-fehér, nem mintha nem telne színesre, de hát mindegy. Mi a helyzet a babonákkal? Nem vagyok babonás. Nem úgy értem, például a fokhagyma. Nagyon szeretem a fokhagymát pirítóssal, teával. És a keresztet? Azt még nem ettem. De nem vált ki önből félelmet? Nem. Ez érdekes. Dohányzik? Igen. Sokat? Nagyon sokat, napi 20 dobozzal. Iszik?
Igen, de csak vért, mert a többi nem hat rám, sajnos. Pedig a finom magyar borok. Sok felé utazott a világon? Mindenféle országban. Mindenhol ölt embert? Persze, különben éhen haltam volna. Soha sem bukott le? De egyszer Norvégiában loptam egy doboz cigit. De nem úgy, hanem mint vámpír. Lebukott valaha? Igen, mint enyveskezű vámpír. De emberölésért letartóztatták már? Egyszer 1925-ben az USA-ban, Oklahomában elfogtak, de mielőtt lecsuktak volna, megharaptam az egész yardot és elégettem a hullákat. Aztán menekülés közben lelőttek, felravataloztak, én meg megszöktem a koporsóból a temetés előtt. Tehát volt már temetése is. Milyen volt? Kellemes, leszámítva azt, hogy a rokonok sajnos nem tudtak eljönni. Ha-ha. Mulatságos. Kérdezhetek egy kulisszatitkot? Nyugodtan. Hol harapja meg az embereket? Általában a nyakon az ütőeret harapom meg. És mi történik, ha nem találja el rendesen? Egy kis baltát is szoktam használni. Júj, és mi van akkor, ha az áldozat erősen ellenáll? Jól fejbe rúgom őket, de általában szoktam magamnál hordani egy zongorahúrt is. Ő tudja még a régi ávós időkből. Elnézést, de ez egy kissé brutális. Lehet, de 250 év alatt az ember megunja a cselszövést, a kedveskedést, a képmutatást. De a vámpírokról úgy hírlik, hogy ravaszok és aljasak, nem pedig brutális mészárosok. Én ismertem olyan vámpírt, aki láncfűrésszel. Jó rendben. Ön most éppen hol él? Budapesten. Van munkája? Igen, pénzügyminiszter vagyok. Érdekes. Összetudja egyeztetni az életmódját ezzel a komoly felelősséget igénylő hivatással? Persze, végül is ugyanazt kell csinálni, úgyhogy semmi probléma. Józsi bácsit ismeri? Hogy ne ismerném. Pancser. Jó vámpírnak lenni? Jobb, mint halottnak. Ismertem egy halottat, azt mondta, hogy unatkozik, és majd meghal az unalomtól. És mi lett vele? Semmi. Továbbra is halott és pokolian unatkozik. Hogyan lehet egy vámpírt megölni? A vámpírok napfényre halnak. Kellemetlenebb, ha agyonverik őket. Az nagyon fáj. Ismertem egy olyat, akinek szétrúgták a... Jó. Mennyi vámpír él a Földön? Fogalmam sincs. A szakszervezet felosztott 1910-ben, azóta nem találkoztam a régi haverokkal. Soha sem akart öngyilkos lenni? Tehát nem akarta saját magát megölni? Fizikai képtelenség lenne saját magamat nyakon harapni. Nem úgy értem, hanem komolyan. Sohasem akarta megölni önmagát? De, egyszer előfordult. Annyira tele volt a tököm az egésszel, hogy egy reggel ki akartam szállni a koporsomból és kimenni a szabadba. Aztán jött a rendszerváltás. Tehát izgalmas volt az eddigi élete. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. Jaj, úristen, megharap a vámpír! Ham! Ha az emberből a saját fejébe még van kettő, megbeszéli a világ dolgait, sosem ér egyet, és ez rettentő. Állítólag más génjeiből hoztak létre mind embert, nem csoda hát, hogy többen vagyok, kéne lopnom egy gépfegyvert. Jaj, de szívesen lennék polip, nem volnék bezárva akkor itt. Nem félnék a fehér falaktól, legfeljebb csak a halaktól. Jaj, de szívesen lennék kis halak, mert a vízben az mindig friss marad. Sokan lennék és bambánt átognék, ha kis halak olyan békés áldott nép. De miért nem lehetek bálnaraj, vagy egymásra téve két láda baj, vagy vírus miatt ünvadul csorog le, engem saját magammal oltsanak be. Jaj, de szívesen lennék polip, nem volnék bezárva akkor itt. Ne
nem félnék a fehér falaktól, legfeljebb csak a halaktól. Doktor bácsi, gorombák, de néha ártatlan jószágok, fecskendőben nyomják nekem vénámba a mennyországok. Egyik énem sietős, a másik miért lusta, ha polip lennék, nem kellene géppuska. Jaj, de szívesen lennék polip, nem volnék bezárva akkor itt. Nem félnék a fehér falaktól, legfeljebb csak a halaktól. Jaj, bácsi, korombák, de néha ártatlan jószágot, vecskendőben nyomják nekem vízába a mennyország. Egyik én nem siet, és a másik miért lusta, ha polip lennék, nem kellene. A tudomány mai állása szerint a polipok megeszik a géppuskát? Nem, nem eszik meg. Ugyanis a géppuska fémből van, a polipok viszont műanyagból, és ez különbözteti meg őket a darástól, akik viszont szintén emlősök, hasonlóan a... Kedvetlen felnőttek! Ma reggel egy igaz történetet fogok nektek elmesélni, az... Kedves gyerekek, ma elmesélek nektek egy mesét, de csak akkor, ha nem ijedtek meg. Ez az eset egy aranyos kicsike kislánnyal történt meg, aki az erdő szélén lakott. Egész nap fát vágott, tortát hegesztett a kerten, így hát estére mindig nagyon álmos lett. Egyik este azonban nem ugyanazt álmodta, amit szokott. Azt álmodta, hogy az ágyához odaül egy kedves kis küklopsz. Küklopsz fölé hajol és mosolyogva nézi őt. Ekkor egy váratlan pillanatban a küklopsz belenyúlt a saját szemébe és ráfolyatta a szemgolyóját a kislányra. Csak úgy csorgott a szemgolyó a kislány sarkójára, a kislány sikított a küklopsz nevetve csorgott rá a szemét. A kislány riadtan kiszaladt a ház elé, lassan elindult az erdőbe. Hihetve szedte a lábait a fák között, amikor a ködben alakokat látott mozogni. Ezek az alakok egyre közelebb jöttek. A kislány rémülten figyelte őket. Azok meg egyre csak közeledtek, közeledtek. Trollok voltak. A trollok odaszaladtak a kislányhoz. Belenyúltak a saját fülükbe, és ráfolyatták a fűzsírjukat a kislányra. A kislány sikított, a trollok csoportosan bröcskölték a fűzsírjukat a kislány ruhájára. A kislány elszaladt előlük, messze-messze sietett. Nagyon megrémült és elfáradt, gondolta megpihen egy fa alatt. Az egyik fa kedvesen hívta. Gyere ide, kislány, ülj ide! A kislány oda sétált hozzá, a fa pedig hirtelen lehúgyozta a kislányt, így húgyozta le a kislány, meg sikított, segítség, lehúgyozza a fa! A kislány felriadt rémálmából. Anyukája besietett a szobába, és az ágy szélére ült. Mi történt, kislányom? Rosszat álmodtál? Kérdezte. A kislány remegve mondta. Jaj, igen, anyu, borzasztó volt! Az anyuka megsimogatta a kislány arcát, és ráfolyatta a kislányra a szemgolyóját. Aztán jöttek a trollok, és ráfolyatták a szemöldöküket, meg lehugyozták a fákat, a küklopsz meg a szemébe kentve a fűzsír. A kislány sikítva menekült a fák, meg futottak utána a trollok, meg sikítva hájtnak a teherautóra. Disziplíni kategóri.
zeni disziplini kategóri Pozor elektriczki zári zeni disziplini Pozor elektriczki zári zeni disziplini kategóri 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 Pozor elektriczki zári zeni disziplini Pozor elektriczki zári zeni disziplini kategóri Pozor elektriczki zári zeni disziplini Pozor elektriczki zári zeni disziplini kategóri Pozor elektriczki zári zeni disziplini Pozor elektriczki zári zeni disziplini kategóri Pozor elektriczki zári zeni disziplini Mazohistával nyomja le a kettes gombot. A Viktóriát, a sátánt választja. Nyomja le a hármas gombot. A Józsi bácsit, a démon vadász szeretné. Nyomja le a négyes gombot. A kereszt, a technikus szeretné, nyomja le az ötöst. És ha Bélát szeretné, akinek teljesen mindegy, nyomja le a hatos gombot. Szia, bébi! Sárdó vagyok, a trágár. A kurva anyádat neked, te büdös ribanc, hogy rohadna le az arcod, te utolsó ringyó. Szokjad le a faszomat, te kibaszott kurva. Szia, bébi! Richardo vagyok, a mazohista. Szúrjad át a torkomat vasvillával, fúrd ki a vállamat pisztolyfúróval, toljál rám egy vonatot, tegyél az orromba, petárda. Szia! Viktória vagyok, a sátán. Felnyersalnak vasvillával. Beledobulok a tűzbe. Józsi bácsi vagyok, a démon vadász. Hozzatok egy démont, jó, megdugom a k***a anyját. Hello, Karesz vagyok, a technikus. Rossz gombot nyomtál. Szia, Béla vagyok, akinek teljesen mindegy. Bazd meg, tudod mit? Csinálj, amit akarsz. Szia, Béla vagyok, akinek teljesen mindegy. Tudod mit? Csinálj, mit akarsz. De most mit nem mondtam jól? Rajzolok. Szia,
Tudod mit? Csinálj, amit akarsz. Rajzolok egy donárkacsát. Nem megy. Mi van? Ja? A francban. Halkítva, nem megy még egyszer. Mi van? Ja? Rajzolok egy donárkacsát. Rajzolok egy donárkacsát. Nem megy. Rajzolok egy donárkacsát. De itt tök nehéz. Legyen volt, ha elfogyott a levegőm. Hagyjad. Várjál, nem jó. Nem, várjál, hogy... Még egyszer. Rajzolok egy donárkacsát. Hello. Big Brother, várjál. Hello. De, egyszer már voltunk a tévében. Tessék? Ja? Hello. Én villanyszámlaszerelő vagyok. Megjavítom villanyszámlákat, ha túl nagy az összeg rajta. Villanyszámlát, jó. Még egyszer. Megjavítom a villanyszámlát, ha túl nagy az összeg rajta. Jó. Megjavítom a villanyszámlát, ha túl nagy az összeg rajta. Megjavítom a villanyszámlát, ha túl nagy az összeg rajta. Rajzolok egy villanyszámlát, ha túl nagy az összeg rajta. Anyád, pi***ák, kinyílok mindjárt. De, most bemegyek és kinyírok mindenkit. Saját magam kivételével. Geci. Béhel csinálok. Szia. Mi? Tudod mi? Csinálj, amit akarsz. Mi van? Nem megy. Kellemes délutánt kívánok! Mai vendégem egy olyan ember, aki mindent félreért. Jó estét! Jó reggelt! Ön mindent félreért? Nem, itt valami félreértéstől van szó. Bizonyára rosszul informálták önt. Nem hinném. Önt hogy hívják? Persze gombával is finom, de én inkább csak sajtot teszek rá. Elnézést, félreértett. Az alma nem világít. Vonat. Zavarja a környezetét az, hogy ön mindent félreért? Nem igazán. Talán azért, mert a környezetem is mindent félreért, és így folyamatos félreértésben kell leélnem az életemet. Mi az ön horoszkópja? Mondom, hogy vonat. Megint félreértett. Mi a horoszkópja? Milyen jegyben született? Pszichológus. Kisebb szeleteket vág le belőle? Szerintem vámmentes. Önnek mi a munkája? Én inkább csak sajtot szoktam rátenni, mert a gomba... A munkájára lennék kíváncsi. Pszichológus vagyok. Nem hátráltatja a munkáját a rengeteg félreértés? Nem gondolja maga hatása destruktív is lehet?